Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Elek György, helytörténész, újságíró, szeretettel köszöntöm stúdiónkban. Köszöntöm a nézőket. Abból az apropóból hívtuk meg egy stúdió interjúra, hogy a Kunok második világ találkozója két könyv bemutatóval kezdődött. Az egyik könyvet ön jegyzi, ezt meg is mutatom a nézőknek, ez a Nagykun kapitányok a 16. századtól 1876-ig címet viseli. Mikor jelent meg ez a könyv egészen pontosan? Hát egészen pontosan augusztus 22-én hozták ki a nyomdából, nevezzük azt, hogy elkészült, addigra készen volt, és hát a megjelenés napja az a bemutató napja, és egyben tehát a Kunok világ találkozójának első vagy bevezető napján pénteken látott napvilágot a kötet. Hányadik írása ez már? Ami könyv formájában megjelent, hát azt hiszem a tizedik. Meg lehet egyáltalán még számolni, meg hát tudja? Tizedik, de voltak füzetecskék azzal együtt több, de tizedik könyv. Miről szól ez a kötet? Hát Nagykun kapitányok a 16. századtól 1876-ig a címe, nagykunsági tisztségviselőkről szól, és az ő, tehát a tisztség és ennek egyes tisztségviselői kapcsán egy kis nagykunság történetté formáltam, mert így igazándiból megérthető az egyes személyek ténykedése, a kapitány tisztségnek a jelentősége. Milyen ötlet nyomán jött létre ez a könyv, ha lapozgatjuk az elejét, akkor lehet itt benne egy olyat olvasni, hogy a Kunok második világtalálkozója tiszteletére jelent meg ez a kötet. Hogyan készült ez a kötet? Tehát milyen ötlet nyomán jött ez létre? Ezt általában sokan kérdik ezeket a kapitányokat, hogy kik voltak, milyenek voltak, mik voltak, kapitány volt-e ez, kapitány volt-e az. Tehát erről nem volt egy ilyen összefoglaló munka, elszólt adatok voltak, és hát már régebben óta foglalkoztam a gondolattal, hogy egyszer össze kéne gyűjteni. Tehát magyarul érdekelte a lakosságot, érdekelte az embereket. Így van, tehát számos kérdés nyomán jutottam arra, hogy össze kellene gyűjteni, megformálni, egy kötetecskébe, és akkor majd kiadni. Hát neki is fogtam ezelőtt körülbelül 5 évvel az anyaggyűjtésnek, kifejezetten ezt csináltam, ezt írtam. Hát 3 évig tartott a levéltározás, mert azért eléggé elszólt adatokból dolgozik az ember, meg több település írástárának adott részeit átnézegettem. Meg hát a szakirodalmát, szerencsére azért Gyárfás István egy nagyon jó nagykunságtörténetet hagyott ránk, meg minden egyébféle tanulmányokat is. Na, ezek azért segítségre voltak, de ugye ezt ki kellett jegyzetelgetni a levéltárakba szintén, és ráadásul heti egy napot tudtam ott tölteni, jó esetben kettőt, mert ugye az újságírói munka mellett csinálja ezt az ember. És hát ezért húzódott. A megírás az mindig a haba tortán, az körülbelül egy hónap alatt befejeztem. Az egy hónap alatt megvan. Mekkora kitartás kell egy ilyen kutató munkához egyáltalán? Hogy lehet? Milyen nyomvonalon kell ilyenkor elindulni? Tehát ha én mondjuk beülnék mondjuk Szolnokra a levéltárba, akkor lehet, hogy csak néznék, hogy úristen, hát ennyi papír, ennyi könyv közt. A szakirodalom szerencsére már ad támpontokat, amiben bele lehet kapaszkodni. És hát az ember ismeri a saját korlátait, ismeri a levéltári anyag lehetőségeit, azon belül kell tájékozódni, levéltárosok szívesen segítenek benne. És hát ennek nyomán indul meg mindig a kutatás, tehát az időben elérhető levéltári forrásokat szedegeti elő az ember. Lehetőség szerint magyar nyelvűeket, mert ugye a középkori latin az külön világ, elolvasni sem akármi, meg néha nem is nagyon lehet, tehát azzal ugye nem, meg itt Szolnokon mondjuk nincs is, de aztán szépen már a 18. századtól egyre bővül a magyar nyelvű anyag is, az anyagok mennyisége is, és hát az adatok mennyisége is ezzel együtt, és amikor már megfelelő mennyiség áll rendelkezésre, azt szépen leírogatni, sorba szedegetni, és akkorra már szeme előtt van az embernek egy kép, hogy na, ez van, ebben az irányban kell tovább kutatni. Vigyázni kell, mert érdekes fickók vannak ám itt a kapitányok között is, nem unalmas egyik másikuk élete. Részben egyik azért, mert katonás felállású, nagyon jó katona ember volt, például Illési István, vagy pedig Lacka János, a túrkevei ügyvéd, aki szintén
kapitány volt, de például francia, Besenyei György titkára volt Bécsben, ott ért nála, és úgy megtanult franciául, hogy Voltaire-t fordított, pár éve ki is adták a Zaire című drámát, amit ő adott ki, vagy Illési János, aki a reformkor egyetlen tulajdonképpen a karcagi Kálmán Istvánnal, Kálmán Sándorral az egyetlen jelentősebb formátumú reformkori politikus a Jászkun kerületnek. Tehát ilyen ezeket meg kell próbálni kivéden, hogy az ember ne menjen el mellékutakra. Egy külön-külön monográfiát megérdemelne valamennyiüknek az életrajza. Nézzük akkor a könyvet, illetve a könyvtartalmát. Kik is voltak azok a kunkapitányok? Mit lehet erről tudnunk? Ugye mi előtte már mi beszélgettünk, és elmondta nekem azt, hogy ugye volt egy tisztség, illetve egy csoportnak az elnevezése. Mi a különbség a kettő között? Igen, na most előbb a társadalmi csoport jelentkezik. Ez a nomád társadalomban élő, Magyarországra költözött nomád társadalomban élő kunoknak az elöljáróiból alakult ki a 13-14. Században a kapitányoknak a csoportja. Ez tulajdonképpen a nemzetség elöljárója, a leggazdagabb emberek, korábbi olyan embere volt, aki tekintélyesebb ember volt, és hát ők kezdik felvenni itt már a feudalizmus viszonyai között a kapitány vagy ispán, commerce capitanius nevezetet, és kiderül a Györfi György kutatásaiból, ő igazolta is, hogy ők tulajdonképpen birtokos nemesekké lesznek, csak a kunok között. Kapitány nevezet alatt, tehát fölbirtokosok, az ő családjuk, és egy-egy szállás, egy egészének vagy egy részének a tulajdonosai. Később ez a kapitányi csoport, ez az országos nemesekével hasonló, nemesekéhez hasonló előjogokat bír, de mindig úgy írják, hogy kunkapitány, tehát elkülönítik, hogy nem országos magyar nemesről van szó, hanem kapitányi nemesről. Tehát ez egy kisebb közösségen belüli kiváltságos nemesembert jelent. Ez annyiban módosul a későbbiekben, hogy már nem csak földbirtokos a kapitány, hanem kapitánynak nevezik azokat a kunokat, és elsősorban a hódoltság idején van ez, akik valamikor a kunok kiváltságainak megfelelően katonáskodni tartoztak. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy a kunok a kiváltságaik értelmében katonáskodni tartoztak, az nem minden kun férfire vonatkozott, hanem arra, aki a fegyverzetet meg tudta venni, tehát lóra tudott ülni, be tudott vonulni a hadba, stb. Tehát ez egy réteg volt a kunokon belül is. Nos, ezekből lettek a kapitányok, akik a hódoltság idejében, tehát a 16. századtól, közepétől kezdve, itt a nagykunságon ugye, már nem katonáskodtak, tehát már 20-asabb ideje nem katonáskodtak, hanem az úgynevezett tegzes pénzt fizették. Tehát ez a katonai szolgálat megváltása volt, és ők tulajdonképpen ennyivel tartoztak, vagy hogyha a király igénybe vette ugye katonai szolgálattal, vagy pedig ezzel a pénzfizetéssel, de amúgy ők adómentes emberek voltak, szabadok. Még voltak a másik, a földműves kunok, ők rendesen, mint a jobbágyok, mint hogyha jobbágyok lennének, csak királyjobbágyok, ők mindenféle szolgálattal tartoztak, földbért fizettek, kilencedet, ajándékot, robotot, tehát minden egyebet. És ez a kun társadalomnak leegyszerűsítve a két fő pólus, ez a kapitányok, földműves kunok. Így kerül elő ez a kapitányi tisztség, mert 1456-ban, Kiskunhalason egyre több a villongás a földműves, illetve a kapitánykunok között, és a király azt az utasítást adja, tehát kapnak egy oklevelet, hogy ezután mindig, tehát 1456-tól van erre első adat, hogy ezután a földműves kunok meg a kapitánykunok, tehát a nemes kunok is egy-egy kapitány nevű tisztségviselőt válasszanak, plusz 12 esküdtet, akik a vitás eseteknél döntőbírák lesznek, azoknak a szavára hallgatniuk kell, illetve hogy ezek végzik majd az adóknak a beszedését, amit ugye közösen fizettek, és ezt gazdánként kellett kiróni, meg beszedni. Tehát ez volt akkoriban a így funkciójuk. Van. Ez utána, hogy teltek, múltak az évek, évtizedek, évszázadok, ez hogyan változott ez a feladatkör? Hát a hódoltság idején megmaradtak, évenként választották ezeket még akkor. A hódoltság korábban
is szigorúan évi megválasztással, de mondjuk a hódoltságkora azért az más téma, főleg a 17. század, amikor a borzalmas közállapotok miatt még a bírói tisztséget se akarta mindenki elvállalni, nem úgy kellett kire-kire rálőcsön, mert mindenki a falu előjáróját vette elő, tehát az életveszélyes is lehetett néha. Na szóval ezeket a kapitány nevű előjárókat, kettő volt ekkor is belőlük, meg a 12 esküt, nagyon hosszú ideig ki lehet mutatni. A neveiket is ismerjük a 16. századból. Két Házi György, Kölesz Benedek, Tamás Ambrus, Ambrus Tamás elnézést, és így tovább sorban. Sőt, amikor a 15 éves háború miatt elmenekülnek a kunok, a másút lakó közösségeik is megválasztják a maguk kapitányát. Tehát például Bajonvár környékén lakó kunok két előjárója válaszol arra a levélre, amit a nádor küld nekik, hogy térjenek haza. Máskor ellenkapitányt választanak a Hajdúszoboszlón élő kunok, tehát mindig megvan az a két előjáró tisztsége, akik mindig a kapitányok, és hát úgy látszik, hogy ők azok, akik a közösségnek egy összetartó, összefogó erői, ügyeik, intézői kifelé, meg hát befelé is, ami probléma akadt velük. Tehát akkor nem mindig ugyanazok a települések adták a kunkapitányokat? Hogy mondjam, manapság van egy olyan nézet, sőt, ilyen alapon választják a jelenlegi kunkapitányokat, hogy mindig más település adja, hát ez egy udvariassági formula. Régebben szerintem nem volt ilyen benne, hanem mindig, amikor ahol alkalmas ember találtak, azt vagy rábeszélték, vagy önként jelentkezett, hát vannak agilis, meg akkor is voltak agilis, meg rátarti emberek, akik ezt veszélyei ellenére is szívesen vállalták, de az, hogy ezt mindig szisztematikusan más településen élő atyafi vitte volna, erre nincs arad, jó, több településről is vannak kapitányok, de például amikor a 18. században ugye már 3 évre választják őket, és akkor 1734-től kapitány a kisújszállási Terbócs István, utána 1747-től szintén a kisújszállási Kisfárdai Pap Dániel, őt követi a szintén kisújszállási Illési család 1749-től kezdve egészen 1848-ig. Sőt, az, hogy igaz, hogy a kapitány szék, tehát a nagykunság székhely az már áthelyeződik Kunszentmártonba, de 48 egyik vívmánya ugye, hogy a kerületek központját a nagyon távoli Kunszentmártonból helyezzék át kisújszállásra. Tehát az Illések kapitánysága annyira erős volt, hogy továbbra is ott képzelték el kisújszálláson. Ezt akartam pont kérdezni, hogy az előbb ki említette, vagy kimondta ezt a nevet, hogy Illési, ez ugye sokaknak ismerősen is csenket, hiszen aki az előző, úgymond ciklusban, tehát a mostani választott kunkapitány, nagy kunkapitány előtt volt a nagy kunkapitány, az pontosan Illési Ádám. Tehát akkor ez így tovább élt, tovább vühődött ez a hagyomány a családjukban. Hát igen, ők erre megfelelő, erre a tisztségre megfelelő, meg egy kicsit később hozzájuk is nőtt ez a tisztség. Tehát mindig megfelelő képzettségű férfiak teremtődtek az ő családjukban, és a Illési Három János, aki a reformkorban már jelentős szerepet játszik, a kerületben is, és hát az országgyűlési mozgalmakban is, őt már kifejezetten így is tanítatják, tehát mindegyik ők általában ügyvéd, tehát jogászi képes képzettségű, ugye meg elvégzi a ügyvédiskolát, az ügyvédbolytárságot, előbb mit tudom én hány évig dolgozik ügyvédi irodában, utána bekerül a Jászkun kerület hivatali apparátusába, ott dolgozik, mint hivatalnok, és azután, miután ezt megtanulta, eligazodik a hivatali ügymenetben, annak a irányításában, az egész munkájában, azután lesz nagykunkapitány. Hát otthon meg megtanulja, hogy kinek hogy kell parancsolgatni, stb. Tehát így felkészülten érkezik a kapitányi feladatokhoz. Minden esetben uralkodóhoz hű, hát mondjuk
harmadik János azért az másképpen, az uralkodóhoz hű volt ő is, csak hát már másképp fogta fel az országnak a dolgait. Meg másrészt, tehát még valami megfigyelhető, hogy a katolikus jászok benépesítette Kunszentmárton, egyetlen egy kapitány sem adott, tehát onnan nem választottak semmit, ez pedig onnan van, hogy a nagykunság református, tehát református vallású, lehetőleg tanult, nemes ember, ez a kapitányi alapfogalmak három, a legalsó, legalapvetőbb kritériuma abban a korban. Mikor szűnt meg ez a tisztség, vagy mikor fakult meg, halványodott el a múltban? Hát a tisztség az folyamatosan finomodott, és egyre több feladat rakódott, tevődött hozzá, hogy a közigazgatás is ugye változott, mert egy közigazgatási tisztviselőről van szó. A katonai feladatai nagyon hamar elsikadtak, tehát már 18. század közepétől nem jellemző, de a magyar közigazgatásnak a fejlődése, és hát 67-től ugye megindul a kapitalizálódás, megkövetelik az ország közigazgatásának, a megyerendszernek, meg egyébnek is a megszünteti, pontosabban átreformálását, és megindul a, előbb a községek vezetésének a reformja, ekkor alakulnak ki a rendezett tanácsú városok, például 1872-ben, és hát 1876-ban a vármegye reform kezdődik el, ekkor megszüntetik a kiváltságos kerületeket is, például a Nagykun kerületet, vagy a Jászkun kerületet, és hát feldarabolják Jász-Nagykun-Szolnok megyére, a Kiskunság pedig Bács megyével, meg Pest megyével együtt Bács-Kiskun megye néven lesz önálló közigazgatási terület, és hát ebbe a vármegyés dologba már nem fér bele a kapitány. Mikor élet újjá ez a hagyomány, ez a szokás? Az ezred forduló környékén hozták létre, teljesen hagyományőrző szempontból, ugyanis a kunságnak, mint egy olyan a hagyományőrző csoportjai révén azért kialakult, hogy van egy sajátos sámja, tehát egy sajátos világa, egy sajátos, hogy mondjam, levegője, és hát ezt próbálják, vagy ezt képviselik ezek a kapitányok, hogy még nagykunabb legyen a dolog. Egy kicsit visszautal a történelmi emlékezetre is, a történelmi régiségre, és hát egy kicsit van benne az, hogy a nagykunságot, mint néprajzi egységet, mint egykori különálló területet, tehát mint egy ilyen történelmi érdekességet is képviseljék. Egyébként a kapitányok megbízatása teljesen kulturális jellegű. Ezt akartam kérdezni, hogy mit lehet most tudnunk, hogy mi a funkciója a mostani nagykunkapitányságnak, vagy kunkapitányságnak, illetve mi alapján választják meg most a kunkapitányokat? Milyen kritériumai vannak most? Hadd ne menjünk bele ebbe. Részben nem is tudok rá válaszolni például, hogy mik a kritériumai. Úgy veszem észre, hogy lovagolni, azért tudni kell. De ugye mondtam, hogy régen, hogy nemesnek kellett lenni, tanultnak, tehát, hogy mondta, hogy jogi egyetemet, stb. Végeztek, hogy most betartják ezt ennyire, ezeket a régi elvárásokat? Hát, vagy erre vonatkozóan nincs annyira igen, információja? Igen, fáj emberek, a nagykunkapitányok valamennyi, de hogy ezek közül a kapitányi reglama mit követel, meg ezt sajnos nem tudom, de hadd javasoljam, hogy talán Bene Sanyit, elnézést, Bene Sándor kapitány urat, aki most lesz kapitány, majd őt meg lehetne beszéltetni, én inkább a régmúltban vagyok járatos, bár nagy tisztelettel viseltetem a kapitányi, a jelenlegi kapitányi tisztség iránt is. Hol lehet beszerezni az ön könyvét? Mit lehet erről tudnunk? Hogyha jól emlékszem, mert akkor a városi... Nem akarok nagy titkot elárulni, de nagyon kelendő volt, tehát már a megjelenése napján szép számban fogyott, úgyhogy... Örülök neki, hogy így lehetett látni. A Városi Csokonai Könyvtár árusítja. Ott lehet megvenni. Van-e következő könyvterv? Erről lehet-e tudnunk? Az mindig valami? Van. Már akkor következő téma... Már le is poroltam a jegyzett csomagot, már át is olvasgattam, hogy mi van, mi az, ami van. És mi van?
sok érdekes dolog, némelyik még engem is meglepett, már egy kicsit régebben el volt téve, hogy majd, hogyha ráérek, akkor megcsinálom. Neki is fogtam jövőre, reménykedjünk benne, hogy lesz belőle ismét, de most babonából nem szoktam mondani előre semmit. Gondoltam, hogy ez lesz a vége. De várjuk ki a jövő évet, és akkor majd. Jó. Hétvégén, hogyha jól tudom, akkor Berekfürdőn nagy megtiszteltetésben lesz része. Berekfürdőért díjat, emlékérmet kitüntetés. Még én csak hallottam róla, de valószínűleg... Hivatalosan értesítették-e? Mit lehet erről tudnunk? A levél útban van, még nem láttam, de lesz belőle valami, már be is jelentkeztem, hogy akkor megyek. Hát szívből gratulálunk a könyvhöz is, a díjhoz is. Jó olvasást mindenkinek. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.